munkaidő, de nem azt, hogy egy adott munkastíluson belül lehet rángatni a munkavállalót ide-oda. A munkaerő kölcsönzés Európai Uniós harmonizációja az akár még üdvözlendő is lehetne, csak hogy itt is belekerült egy-két érdekesebb dolog, amivel nem tudunk egyetérteni. Az egyik a gazdasági tevékenység szerinti diszkrimináció, tehát hogy az önkormányzati tulajdonban vagy részben önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál nem kell alkalmazni a kölcsönzött munkavállalókra az egyenlő bánásmód elvét. Valóban van olyan lehetőség az Európai Uniós szabályozásban, hogy bizonyos foglalkoztatási eseteknél el lehet tekinteni ettől az egyenlő bánásmód elvének alkalmazásától, akkor, hogyha bizonyos kiemelt foglalkoztatási célokat valósítanak meg ennél a munkáltatónál. Csak hogy itt nem egy gazdasági tevékenységre, vagy nem egy általános gazdálkodói körre van ez kiterjesztve, hanem a foglalkoztatás céljára. Tehát ez így önmagában diszkrimináció a gazdasági tevékenység szerint. Továbbá mi az 5 évet azt rendkívül hosszúnak tartjuk a munkaerőkölcsönzés ideiglenességének a határidejében. Ha 2 év alatt egy munkáltató nem tudja eldönteni, hogy neki az a kölcsönzött munkaerő szükséges és jó-e, akkor ez már igazából a kihasználása a munkaerőkölcsönzés adta megint csak munkavállalói kizsigerelésnek. Hát 2 év alatt igenis el kell tudni dönteni, de akár már 1 év alatt is, hogy az a munkavállaló megfelel-e annak a vállalkozásnak, ha igen, akkor lehet állományba helyezni és véglegesíteni. Amint már említettem, a munkaügyi ellenőrzések kapcsán is nagyon komoly szabályozási változtatásokat vezettek be. Ebben is van jó, tehát azt üdvözöljük, hogy a természetes személyek, illetve a kis- és középvállalkozások számára első alkalommal úgymond megbocsájtanak, hogyha valami vétséget követnek el. Azonban legnagyobb sajnálatunkra a 6/A paragrafusból kikerültek nagyon fontos dolgok. Tehát ezt szinte kompletten átírták ezt a paragrafust, és csupa olyan dolgot vettek ki, aminek esetén eddig kötelező volt bírságot kiszabni, amik jellemzően a multinacionális vállalatoknál történnek, ilyen a kettős munkaidő nyilvántartás vezetése, vagy annak a nem vezetése, vagy a munka és pihenőidőre vonatkozó előírásoknak a megszegése, illetve a jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegének a nem megadása. És hát itt található az is, hogy hatályon kívül helyezték ugye azt a részt, ami a szakszervezeti vezetőknek munkajogi védelmet adott volna. Tehát ezt nem tudjuk, hogy ezt mi indokolta, biztos, hogy nem a jogharmonizáció. Itt megint csak ugye abba a sorba illik be ez az intézkedés, amivel a szakszervezeteket teljes mértékben megpróbálják felszámolni. Ennek már számos lépése történt, ugye az OJT felszámolása is ide tartozik, de erről majd egy másik napirendi pont alatt még el fogunk vitatkozgatni, úgy érzem. Tehát összességében véve sok esetben a törvényben garantálnak olyan jogokat a munkáltatók számára, amelyekkel eddig is éltek a munkáltatók, de legalább megegyezési alap volt a munkavállaló részéről, legalább volt valami alkolapja, valamit kérhetett cserébe, vagy rajta is múlt. Innentől kezdve ezeket a jogokat garantálják a munkáltatóknak, és teljesen nyilvánvalóan még jobban a rabszolgafoglalkoztatás felé mozdítják el az egész munkaerőpiacot. Köszönöm a szót! Tisztelt Országgyűlés, az LMP képviselőcsoportja jelezte, hogy a vezérszónoki felszólalásra 2 képviselő jelentkezik. Elsőként megadom a szót Kaufer Virág képviselőasszonynak, őt követi majd Elcsei Katalin képviselőasszony. Tessék, parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt kormány! Az emberi erőforrás, a dolgozó, tervező, alkotó és értékteremtő ember a legértékesebb nemzeti kincsünk. A munkavállalók azok, akik előre mozdítják a gazdaságot, az ország terheit viselik, akik az ellátórendszert működtetik, az időseket, gyermekeket és rászorulókat eltartják. Ma Magyarországon a munkavállalók különösen nagy terheket cipelnek. Egy dolgozó emberre csak nem 2 eltartott jut, az OECD országok között pedig Magyarország az egyik olyan hely, ahol a munkavállalók a legtöbb órát dolgozzák le ténylegesen. Mindeközben a foglalkoztató ott játssza ki a meglévő szabályozásokat és törvényeket, ahol tudja, és gyakran olyan méltatlan helyzetbe hozza a dolgozókat, hogy sok esetben nyugodtan tekinthetjük a munkahelyeket a modern rabszolgaság egyik formájának. Ezért sem értjük, hogy miért vette fejbe Matolcsy György néhány hónappal ezelőtt, hogy a munkavállalói jogok állnak a gazdasági fellendülés útjában.
pedig a kormány ezt teszi. Kezdődött mindez az alkotmány módosításával, amelyből valahogy kimaradt a munkához való jog, és az egyenlő munkáért egyenlő bér joga is. Jött ezután a Szél Kálmán terv, és annak pedig folyamatos megvalósítását látjuk itt ebben az első saláta csomagban, például a munkatörvénykönyvére vonatkozó módosítások keretében. Csatlakoznék jobbikos képviselőtársamhoz abban, hogy megkérdezzem a kormányt, miért is nehezíti meg a helyzetünket abban, hogy konstruktívan együttműködjünk. Miért van az, hogy nagyon szükséges és fontos Európai Uniós jogharmonizációs intézkedéseket összekever olyan súlyos, a munka világát, a munka mindennapjait érintő változtatásokkal, amelyeket egyszerűen nem tudunk megszavazni. A munkaügyi törvény jogharmonizációs céljú módosítása ugyanis olyan elemeket is tartalmaz, melyek a munkavállalókat még a jelenleginél is kiszolgáltatottabb helyzetbe hozzák. Tartunk tőle, hogy a javaslat egy olyan, későbbi átfogó rendelkezést készít elő, mely a dolgozók kárára radikálisan változtatja meg a foglalkoztatást hazánkban. Az LMP nem hagyja, hogy a kormány szétverje a jelenleg életben lévő munkavállalói jogokat. Tettük ezt például azzal is, hogy májusban népszavazási kezdeményezést indítottunk pontosan azokkal a lépésekkel kapcsolatosan, amelyeket önök a Szél Kálmán tervben előirányoztak, és amelyek az első megnyilatkozásait ebben a törvénycsomagban is látjuk. Az LMP nem a munkaerő elbocsátásának és felvételének rugalmasságát, hanem a munkavállalási formák diverzifikálását tartja a jó iránynak, a foglalkoztatás jelentős bővítése céljából, különösen a fiatal szülők munkaerőpiaci részvételének növelése érdekében. Ez a kormányjavaslat, amely előttünk van, lehetővé tenné, hogy a munkaadó a túlórapótlék helyett szabadidővel fizesse meg a munkavállalót a túlmunkáért. Mindeközben köztudott tény, hogy Magyarországon számos szakmában úgy van összeállítva a bérstruktúra, hogy csak a különböző pótlékokkal együtt érik el a fizetések a még elfogadható szintet. Ha a pótlékokat elveszik, akkor nagyon sok ágazatban a reálbérek drasztikusan 20-30-40%-kal is csökkenhetnek. A javaslat ahelyett, hogy a munkaadót a túlóráztatás csökkentésére ösztönözni, éppen megkönnyíti számára azt. Felmenti a közvetlen pénzbeli kifizetés alól, ezzel jelentősen csökkentve a családok bevételét. Az LMP ragaszkodik a túlórapótlék megőrzéséhez, és szeretné felkérni a kormányt, hogy vonja vissza ezt a javaslatát, amely minden erről szóló nemzetközi megállapodásnak ellentmond. Minden nemzetközi egyezmény a szabadidőben kiadott munkát is pótlékolva kívánja meg, és ezt különösen nem teheti meg az állam saját munkavállalóival szemben. Az LMP szerint az államnak, mint munkáltatónak példát kéne mutatnia. A közalkalmazottak túlórapótlékának elengedése emiatt kétszeresen is felháborító. A javaslat ugyanakkor kitér arra is, hogy a szabadságot kettőnél több részletben is kiadhatja a munkáltató, amennyiben ez a munkaadó fontos gazdasági érdeke vagy működését érintő oka indokolja. Így az is lehetségessé válna, hogy a munkaadó egyesével adja ki a szabadnapok egy jelentős részét, miközben ezt különösebben nem is lesz nehéz indokolnia, hiszen gyakorlatilag bármi lehet működést érintő ok. Az LMP szerint a szabadnapok legalább kétharmadáról igenis a munkavállalónak kellene döntenie. A kormány a jelenlegi 3 hónapos próbaidőt kollektív szerződéssel 6 hónaposra akarja nyújtani. A próbaidő alatt ugyan a munkavállaló is indoklás nélkül felmondhat, mégis ő van kiszolgáltatottabb helyzetben, és jogai is szűkebbek, például nem mehet szabadságra. Egyes vállalkozásoknál előfordul, hogy bizonyos munkaköröket folyamatosan próbaidősökkel töltenek fel, aztán nem kötik meg velük a szerződést. Ha a próbaidőt meghosszabbítják, akkor ez a gyakorlat még elterjedtebbé válhat. Az LMP munkakörök szerint differenciáltan kezelni a próbaidőt, a 6 hónapot azonban még a legösszetettebb munkakör esetében is túlzónak tartja. A javaslat ugyanakkor kitér a munkaerő kölcsönzés gyakorlatára is, és a rossz gyakorlatot erősíteni azzal, hogy 5 évben maximalizálja a kölcsön munkaerő foglalkoztatását egy adott helyen. Az LMP szerint ez elfogadhatatlan. A munkaerő kölcsönzés eredeti elképzelésével ráadásul ez szöges ellentétben áll. A rugalmas munkaerő használata ugyanis olyan esetekben indokolt, amikor valaki betegség, szülés vagy más okokból huszamosabb időre kiesik a munka világából, de oda vissza kíván térni, így a kölcsön munkaerő csak ideiglenesen tölti be az állását. Egy 5 éves foglalkoztatási viszonyt azonban már tartós munkavégzésnek kell tekinteni, így ilyen időtartamban a kölcsönzés inkább a munkáltatói kötelezettségek alóli kibújást teszi lehetővé.
A várandós és szoptatós kismamák foglalkoztatására vonatkozó EU-s szabályok átvételét azonban üdvözöljük. De ahhoz, hogy ez a munkavállalói réteget be tudjuk vonni, messzebb kell menni. Erről bővebben Ercsei Katalin képviselőtársam fog beszélni, de elmondanám azt, hogy nekünk vannak életreszerű javaslataink, amelyek mind a munkaadók, mind a munkavállalók terheit csökkentenék. Kérjük tehát a kormányt, hogy adjanak néha lehetőséget nekünk arra, hogy megszavazhassunk törvényjavaslatokat, és ne keverjenek össze súlyos, a munka világát érintő, radikális változásokat tartalmazó javaslatokat olyanokkal, amelyek a jogharmonizációt segítik. Kérjük Matolcsy Györgyet arra is, hogy kössön békét azzal a 3,7 millió munkavállalóval, amelynek most hadat üzent, láthatóan, és olyan megoldásokat keressen, amely közösen elfogadható a problémákra, ugyanis a munkaerőpiaci válság, hogyha ez nem történik meg, tovább fog súlyosbodni. Köszönöm a szót. 7 percnél álltunk meg a 20 perces időkeretből, folytatja az LMP vezérszónoki körét Ercsei Katalin képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház! A kormány képviselői, különösen Cséfalvai államtitkár úr rendszeresen értekezik a ház előtt a rugalmas munkaerőpiac fontosságáról, ide citálva az OECD adatait, és ezekkel igyekszik alátámasztani ön is ezt a jelenlegi törvényjavaslatot. Ebben a törvényben persze van jó néhány szükséges, kis korrekcióval hasznosá tehető javaslat is. Ugyanakkor a rugalmasság jelszavával jó néhány intézkedés támadást jelent a munkavállalói jogok ellen, amit ma már bevallottan neoliberális filozófiája alapján a kormány nagy lépésekkel hajt végre. Nekem, aki az elmúlt évben minden lehetséges alkalommal kértem, majd követeltem a munkavégzési formák rugalmas áttételét, a laikus szemlélet szerint most örülnöm kéne. De önök 100%-os fordulatot hajtottak végre ebben a kérdésben. Ugyanis a rugalmas szó egyoldalú értelmezésével operálnak. A rugalmas munkavégzés egy éve a kormányprogramban még a családbarát jelző mellé került. De újabban a rugalmas szót, ahogy Spaller rendre is elmondta, a munkavállalói jogok letöréséhez, az indoklás nélküli kirúgás alátámasztásához használják szinonímaként. Ugyanis a nemzetközileg használt flexicurity fogalmból, amit egyébként meg lehet googlizni, tehát meg lehet tudni, mit jelent, ez azt jelenti, hogy rugalmasságot és biztonságot egyszerre nyújt. Önök kidobják ebből önkényesen a biztonságot, de valójában rugalmasságot sem teremtenek. Az önök új magyar szóhasználatában a rugalmasság helyett marad a flex, vagyis lángvágóval mennek neki a munkabiztonságnak, az amúgy is gyenge lábokon álló munkavállalói jogok ellen. És ezzel nem csak a munkát, hanem a családot is támadják. Ugyanis nem csupán versenyképességi kérdés a foglalkoztatás, a kisgyerekes nők esetében demográfiai kérdés is. A rugalmas munkaerőpiac egyfél értelemben valóban jelenti azt is, hogy a felvétel és az elbocsátás rugalmasan, gyorsan, de biztonságosan is történhet, igazodva a piac elvárásaihoz. Így működik a skandináv munkaerőpiac. De ott és minden civilizált országban a rugalmas szó másik értelme is érvényesül, ami nem a felvétel és elbocsátásra, hanem magára a munkavégzési formára, annak rugalmas, atipikus módjára vonatkozik. Ez pedig kulcskérdés akkor, amikor a kisgyerekes nők Magyarországon 33%-kal alacsonyabb arányban dolgoznak, mint a gyermektelnek, ez a különbség az EU-ban csupán 12%. Már unalomig ismerteltük itt a házban, hogy a munkába való rugalmas és biztonságos visszatérés a kulcsa a nők számára a munka és a család összehangulásának, és így az újabb gyerekvállalásának, és nem mellesleg annak, hogy újra adófizető polgárok legyenek. Valahányszor felteszem ezt a kérdést, önök kitörő választ adnak arra, hogy mikor lát neki a kormány a nők foglalkoztatási szintje emelésének, mikor fogja végre kinévezni az ön főnöke, a nemzetgazdasági miniszter, azt a miniszteri biztost, akinek a kisgyerekes szülők, elsősorban a nők munkaerőpiaci helyzetének javítása a feladata a költségvetési törvény alapján. Ma kaptam a hírt, hogy innen is elvonnak 10 millió forintot. Még ki sem nevezték, de már elvonják a pénzét. A nők aktivitási mutatója 56,3%-on stagnál egy éve, és még soha nem született ennyire kevés gyerek. 10%-kal zuhantak a számok. A nemrég készhez kapott az Európai Tanács ajánlása a Nemzeti Reformprogramról és a Konvergencia Programról című dokumentum kiemelten felhívja Magyarországot arra, hogy változtasson.
A dokumentum így fogalmaz. A foglalkoztatási ráta az EU-ban a legalacsonyabbak között van, a nők a már említett 55% körül van, és 33%-kal alacsonyabb a gyermekes nők foglalkoztatási aránya, mint a gyermekteleneké. Ezért felhívja a kormányt, hogy erősítse a nők munkaerőpiaci részvételének ösztönzésére irányuló intézkedéseket. Amennyiben a részmunkaidő növelésével kívánnak erre válaszolni, akkor itt hívom fel a figyelmüket azokra a legújabb összehasonlító kutatási eredményekre, amik világosan kimutatták. Egészen más Nyugat-Európában a részmunkaidő hatása a gyerekszülési kedvre, Kelet-Európában a részmunkaidő egyenesen visszafogja a gyerekszülést, hiszen egy egész fizetésből sem lehet megélni heti 5 nap alatt, mint ezt nemrég Orbán Viktor is kimondta, tehát a részmunkaidő itt csapda, nem opció. Ahelyett, hogy képzett és dolgozni akaró nők 10000-eit segítenék, most korbáccsal akarnak visszaverni a munkaerőpiacra olyanokat, akik a korai nyugdíja szerzett jogaikkal nyugdíjba mentek, miközben a nőket korai nyugdíja épp kifele hajtják a munkaerőpiacról. Nagyon várjuk, hogy mikor fogják megtanulni és végre alkalmazni a flexicurity fogalmát, és az Európai Tanács, nem mellesleg a magyar nők elvárásainak megfelelően a munka és a család összehangolását jó, valóban segítő intézkedéseket hozzanak. A jelen törvényjavaslathoz a valódi rugalmasság érdekében benyújtottunk módosító javaslatokat, be fogunk nyújtani, amelyek olyan fair egyéni megállapodásra irányulnak, amelyek szerint a gyerső visszatérő nők és a munkáltatók leülnek, emberi módon egymást felnőttnek kezelve megegyeznek. Milyen mindkettőjüknek megfelelő módon térjen a nő vissza a munkába. A munkáltatók terheit itt lehetne olyan módon enyhíteni, ahogy ez a valóságból érkező javaslatok szerint szükséges lenne. Eltérően az itt szereplő javaslattól, az LMP azt javasolja, ne kényszerítsük arra a munkáltatót, hogy még szabadságot is adjon ki pénzben vagy valódi időben annak a nőnek, aki visszatér az otthoni munkából. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy az otthoni munka nem munka, de a szabadság eredeti funkciója szerint a munkahelyi munkavégzés utáni regenerációt szolgálja. Tehát elég faramocó ez a helyzet, hogy a munkába papíron visszatérő kismama előbb egy több hetes vagy több hónapos szabadsággal nyit. Ezt nagyon sérelmezik a munkáltatók, és ezt mi megértjük. Ez nem szül jó hangulatot, nincs is értelme. Ezt úgy javasoljuk módosítani, hogy az otthonlét alatt felhalmozódott szabadsággal a két fél egyéni megállapodás alapján közösen gazdálkodjanak. Legyen egy heti megosztású fél munkaidőben egy lecsúsztathatási lehetőség a nő számára. Így valóban rugalmas és fokozatos lehet a nő visszatérése a munkaerőpiacra, még akkor is, ha a munkaköre, amikor végképp visszatér, nem alkalmas atipikus munkavégzési formára, van ilyen is. Ez lenne egy olyan méltányos egyezség, amelyik mindkét fél számára előnyös, valóban enyhíti a munkaadó terhét is, és tiszteletben tartja mind a két fél érdekét. A másik javaslatunk jelen törvényhez az oktatási szférát érinti. Régi igény, hogy 6-7 évente alkotói szabadságra mehessen az az oktató, aki akár egyetemi, akár középiskolai munkájában feltöltődésre, szabad szellemi elfoglaltságra, urambocsáj, kis pihenésre vágyik. A sabbatical intézménye rég ismert a világban, fontos eszköz ez ott, ahol amúgy is a tanév, illetve szemeszter struktúrájában működnek az intézmények. Könnyen lehetne megoldható, hogy kutatói, publikációs, egyfajta szabad beosztási munkára vagy feltöltődésre mehessen az oktató. Ameddig nincs a jelenleginél jobb körülményekre pénz az oktatási szférában, ezt javasoljuk, hogy legalább időt adjunk az oktatóknak, legyenek azok akár megfáradt középiskolai tanárok vagy egyetemi professzorok. Kérjük, hogy a javaslatainkat támogassák, és a flexicurity valódi alkalmazásával egy valódi rugalmas munkavégzési formák bevezetését érjék el Magyarországon, ahelyett, hogy a flexicurity-ből a biztonságot kiszórják az ablakon. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, a vezérszónoki felszólások végére értünk. Az általános vitát elnapolom, folytatására és lezárására a TPR 3358-as számú törvényjavaslat tárgyalása után kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, a következő napi rend
előterjesztője az előzetes jelzések szerint Cséfalvai Zoltán államtitkár úr, megkérdem Becsei Zsolt államtitkár urat, hogy történt-e változás az előterjesztő személyében, és ön képviselje a minisztériumot? Nem. 10 percet rendelek. 5 perc. Tisztelt országgyűlés, 5 perc technikai szünetet rendelek el. Igen, tisztelt országgyűlés, tekintettel arra, hogy még nem távoztok az ülésteremből, ezért fogadják el, hogy az 5 perc technikai szünetet visszavonva szeretettel üdvözöljük a mellbedobással beérkezett államtitkár urat. Tehát, tisztelt országgyűlés, soron következik a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakó ingatlanok kényszer értékesítésének rendjéről szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitája. A törvényjavaslatot téper 3498-as számon megismerhették. Emlékeztetem önöket, hogy tegnap az országgyűlés a törvényjavaslat házszabálytól való eltéréssel történő tárgyalásáról döntött. Ennek megfelelően előterjesztőnek az expozé és a zárszó elmondására 10-10 perces, a felszavuló képviselőknek frakciónként 30 perces, a független képviselőknek összesen 10 perces időkeret áll rendelkezésre. Módosító javaslatok benyújtása esetén is a zárószavazásra jövő hétfőn kerül sor. Tisztelt országgyűlés, most az előterjesztő expozé következik. Megadom a szót Cséfalvai Zoltán úrnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának, a napirendi.hu előadójának 10 perces időkeretben. Öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők. A devizahitellel rendelkező lakosok problémáinak rendezésére vonatkozó kormányzati elképzelések kimunkálását megkülönböztetett figyelemmel kísérték, nem csak a hitelfelvétellel érintettek, hanem a különböző civil szervezetek, a politikai pártok és általában véve a széles társadalmi közvélemény is. Ezért előjáróba szeretném világosan leszögezni, hogy a kialakult problémát azoknak a hibás döntéseknek, illetve mulasztásoknak a sorozata okozta, amelyek a lakosság egy részét átterelték a rendkívül kockázatos devizahiteles megoldásokba. A szocialista kormányok előbb ellehetetlenítették, majd megszüntették a támogatott forinthitelezést, és tevékenyen közreműködtek abban, hogy a lakosság egyre nagyobb hányada forint alapú hitelek helyett devizahitelből oldja meg lakáshelyzetét. A lakosság devizahitel adósságának állománya 2002. második negyedévében, tehát az első Orbán kormány tevékenységének utolsó hónapjaiban 216 milliárd forint volt. 2010. második negyedévében, vagyis a második Orbán kormány tevékenységének első napjaiban viszont már elérte a 7233 milliárd forintot, ami több, mint 33-szoros növekedés. Mindeközben az adósokat senki sem figyelmeztette kellő súllyal az őket fenyegető komoly kockázatokra, és nem nyújtottak védelmet nekik a hitelintézetekkel szembeni egyenlőtlen helyzetükben sem. Tisztelt képviselő! A kormánynak annak érdekében, hogy mindent megtegyen a devizahitelesek helyzetének javításáért, mindenekelőtt azt a gazdasági feltételrendszert kellett megteremtenie, amely lehetővé tette a devizahitelesek problémájának a gazdaság teherbíró képességével összhangban álló, egyúttal hosszú távon is fenntartható rendezését. Az elmúlt hónapok során hozott kormányzati intézkedések részben azért is születtek, hogy mind a vállalkozások, mind pedig a lakossági hitelfelvevők egy stabilabb és kiszámíthatóbb gazdasági helyzetbe kerüljenek. Ezt szolgálták és szolgálják azok az intézkedések, amelyeket a fenntartható államadóság megteremtése,
A strukturális átalakítások révén a versenyképesség javítása, valamint a munkahely teremtés elősegítése érdekében tettünk. Mindezek révén a kormányzati cselekvés középpontjába a tartós és jelentős gazdasági növekedés megalapozása, valamint annak fokozatos elérése lépett. A foglalkoztatás bővítése és a munkanélküliség csökkentése pedig elősegíti azt is, hogy minél több ember számára legyen biztosítható a rendszeres kereset, és ezáltal javuljon törlesztő képességük is. Tisztelt képviselők, a kormány erre a gazdasági alapra építve hozta létre az otthonvédelmi akciótervet, amely tartós megoldást jelent a deviza alapú hitelezés válság előtti felfutásából fakadó potenciális társadalmi és pénzügyi stabilitási problémák kezelésére. Miután a hitelintézetek, az adósok és az állam egyaránt szerepet játszottak a probléma kialakulásában, ezért a probléma rendezésénél az otthonvédelmi akcióterv elsőrendű fontosságú eleme az igazságos tehermegosztás. Mind a bankoknak, mind az államnak, mind a hitelfelvevőknek hozzá kell járulniuk a kialakult egyensúlytalanság megoldásához. A kormányzatnak a gondos és körültekintő mérlegelés során épp úgy tekintettel kellett lennie a társadalmi igazságosság szempontjaira, mint a szűkös költségvetési forrásokra, az államadósság csökkenő pályára tört.